Elgondolkodtál már azon, mi történne, ha soha nem hullana az eső? Hadd, hogy bemutassam, milyen következményei lehetnének ennek a hiánynak. Először is, ha nem esne az eső, az komoly hatással lenne a termőföldekre, az esőből nyerjük az életet adó vizet a növényeink számára. Így ha hiányzik ez a táplálékforrás, a terméshozamok csökkenhetnének, és az élelmiszerellátásunk is veszélybe kerülhetne. Képzeld csak el, milyen nehéz volna fenntartani a mezőgazdaságot és a kertészetet egy olyan világban, ahol soha nem esik eső. De nem csak a termőföldekre lenne hatással az eső hiánya, az ivóvízellátása is kritikus helyzetbe kerülne. Az esővíz hozzájárul a vízkészleteink feltöltéséhez, például a tározókhoz vagy a felszín alatti vizekhez. Ha hiányozna ez a forrás, az ivóvíz hiánya problémákat okozhatna mindannyiunknak. Nagyon nehéz lenne megoldani a vízhiányt, és az emberek és az állatok számára is komoly kihívásokat jelentene a megfelelő folyadékpótlás biztosítása. Természetesen az élővilágra is jelentős hatással lenne a csapadék hiánya, az eső az ökoszisztémák létezésének alapvető eleme, az állatok és az élőlények számára az esővíz biztosítja a megfelelő élőhelyet és a táplálékot, ha nem esne az eső, a növények elszáradhatnának, az állatok élelemszerzése nehézkessé válhatna, és az ökoszisztémák egyensúlya felbomolhatna, ez komoly veszélyt jelentene az élővilágra és a biodiverzitásra. Végül, de nem utolsó sorban, a folyók és tavak is súlyos következményeket szenvednének el. Az eső hiánya jelent csökkenést eredményezne a vízhozamokban, ezáltal a vízszintek csökkenhetnének, vagy akár kiszáradhatnának, ez komoly károkat okozna a vízi élőlényeknek. Akár azok kipusztulásához is vezethetne, emellett a folyók és tavak vízminősége is romolhatna, mivel az eső elvezeti a szennyező anyagokat és frissíti a víztömeget. Mindezek a következmények kiemelik, milyen fontos szerepet játszik az eső az életünkben és a környezetünkben, tehát legyél hálás az esőért, amikor ráérzel a cseppek frissítő érintésére.